Müller Péter mondott egy nagyon érdekest, összehasonlította a sakkjátékot az élettel. Tehát aki a sakkjátékban ismeri a lépéseket, az tud játszani, az tud élni. Most egy mérkőzés elkezdődött, és fél idő van. Ukrajna és Kárpátalja magyarság. Sakkot kaptunk. Mi lehet a következő lépés? Mit kell tudnunk, mit tehetünk még? Hát ha sakkot hoztad szóban, azt mondhatnám, hogy ez az állam rosszul lépett, és veszíteni fog. Vagy felajánlja a döntetlent, nem tudjuk. És kinek mi a jó, kit győz le, hiszen hogyha egy nagyapa játszik az unokájával, akkor ha neki akarja megmutatni az erejét, akkor egy életre el fogja venni az unokájának a kedvét ettől a játéktól. De hogyha engedi nyerni, akkor magához édesgeti, és meg lesz a béke a generációk között. Hát hölgyeim és uraim, szégyen, ami itt történik, ami itt történt, talán egérfogóba kerítette saját magát az államelnök azzal, hogy egyáltalán útjára indította ezt a törvényt, vagy törvénytervezetet, akkor könnyebb lett volna leállítani, és amikor valakinek a saját pártja terjeszt be egy törvényt, akkor kellemetlen, hogy, alá, hogy ne írja alá azt, amit talán már ő sem jó szívvel tett meg. Nekünk mi marad? Nekünk az marad, hogy mivel meg vagyunk győződve a mi igazunkról, akkor tovább fogjuk vinni, tehát a kárpátai magyarság és képviselői bízunk benne, hogy tovább fogják vinni az ügyet, mivel meg vagyunk győződve, hogy ez alkotmányellenes, elsősorban az alkotmánybírósághoz, és tehát minden ukrajnai instanciót végigjárva tudnak aztán majd nemzetközi bírósághoz is fordulni, hiszen a mi igazunknak csak saját magunk szerezhetünk érvényt. Tehát ne várjuk azt, hogy mások, más ország, más államvezetés fogja a mi igazunkat érvényre juttatni. Fel lehet adni a kérdést, hogy vajon mit akar ez az államvezetés? Nem fél attól, hogy elveszíti a szavazóinak a bizalmát? Most rengeteg embert elveszített. Itt van ez az oktatásügyi törvény, ezt megelőzte a nyelvtörvény, elveszítette Ukrajna a keleti végeit és a Krím félszigetet, hiszen az is egy ilyen szerencsétlenül hozott törvénynek az eredménye. Vajon az általunk választott képviselők elfeledkeztek a választóikról, vagy kiket szolgálnak? Nem akarok itt idegen országokból származó befolyást emlegetni, de valahogy nem a népet szolgálják. Azzal, hogy az emberek ukránul fognak tudni, vagy arra gondolnak, hogy fognak tudni, legfeljebb azt érik el ezzel a módszerrel, hogy a saját nyelvükön fogják tudni szidni a felettes vezetőit, és akkor így meg fogják érteni lehet az egyszerű népnek az akaratát. Holott ezt lehetne sokkal szebben is csinálni. A magyar nyelv, de akármelyik a bolgár, vagy román, vagy lengyel, meg bármely olyan iskola nyelve, amelyeken nemzetiségi oktatás folyik, az színesíthetne egy csokrot, és ez az ország sokkal szebben nézhetne ki egy ilyen színes csokorral a kezében, mint valami egyszínű, amiről csak ő saját maga van meggyőződve arról, hogy egy szép csokrot kötött, hogy maradjak ennél a példánál. Tehát szégyen, ami itt történik, fájdalmas, és nem maradhat ennyiben.